Na srácok, sziasztok! Itt vagyok a Food Galaxy-n, és pekkeket fogunk nyitogatni, viszont egy kis extrával megspékelve. Tejszínhabbal. Kérlek, azt vegyétek figyelembe, hogy ez egy támogatott videó, és az oldal hosszú távon nem profitáló. Szóval nézzük is meg, hogy mi lesz ma. Itt elérhetőek csomagok, és igazából minden egyes csomag kinyitása előtt mondani fogok valamit, hogy mondjuk legyen ebbe a csomagba egy 85 vagy afeletti játékos. És hogyha nem lesz, akkor használom kell ezt a tejszínhabot. Méghozzá ezt úgy kell elképzelni, hogy csíkot fogok magamra húzni a nyakamtól felfelé, és igazából ahányszor tévedek, tehát amit mondok állítást, az nem lesz igaz arra a csomagra, annyiszor kell magamra húznom tejszínhabból egy csíkot, és lehet, hogy igazából a hajam tetejéig be lesz terítve a fejem. Szóval akkor kezdjük is el! Inform pack-eket fogunk nyitni, és azt mondom, mint ahogy a példában is mondtam, az első csomagban 85-ös ratingű vagy afeletti játékos lesz, és hát imádkozunk, hogy tényleg 83, még van pár kártya, kérlek 85-öt adjál be, nem fog beadni, az megérzem. Ennyi. Jó gyerekek, hát 83 volt a legjobb igazából Brozovic és Calhanoglu személyében, szóval igazából jöhet is rám az első réteg tejszínhab. Na jó, ezt újra csöljük, mert fel a nadrágomra ment, szóval most így telefonnal a kezembe, legalább látni fogom, hogy nagyjából milyen csíkot nyomok itt a nyakamra. Jó, megvan az első csík, gyerekek. Azt mondom, hogy a következő csomagban található játékosoknak az értéke magasabb lesz 75 ezer zsetonnál, ugye annyiba kerül a csomag. Hát nézzük, kérlek. Jó, eddig jók vagyunk. 45. Tehát nem lesz magasabb, az meg. És nem lesz magasabb. Itt a következő kör. Hát ez hihetetlen. Jó, meg is vagyunk, nagyon jól nézek ki. Jöjjön a következő pack, azt mondom, hogy legalább 3 inform lesz benne. Kérlek, most az egyszer ne kulj ki. Egy inform, két inform, még egy inform kell és meg vagyunk. Csak még egy inform, ne kulj ki velem. Még egy inform, ott van, köszönöm. Éppen, hogy sikerült. Gyerekek, ez az első csomag most, aminél nem kell magamra nyomnom tejszínhabot. Közben amúgy itt a pólóm nagyon szép. Következő csomagnál is az a feltétel, hogy legalább 75 ezer zseton legyen az értéke benne található játékosoknak. Nézzük, lesz-e annyi. Nem rossz kezdés, 44, hogyha jön még egy inform, jó, megvan. Oké, köszönöm szépen, éppen hogy. Tehát 79 ezer zseton lett a összértéke a csomagnak, én pedig ugye 75 ezeret mondtam, tehát konkrétan 4450 zsetonnal ezt megúsztuk. Következő csomagban legyen 85-ös játékos, vagy annál nagyobb. Kérlek, 82. Érzem, hogy nem lesz bazd meg. Érzem, 82, 76, 64. Miért csinálom ezt magammal? Miért csinálom? Jó, megvan. Következő csomagban megfordítjuk a dolgokat, tehát hogyha vagy 85-ös játékos, vagy annál nagyobb jön, akkor kell magamra nyomnom tejszínhabot, hogyha kisebb, akkor minden rendben. Hát érzem, hogy most fogom beszopni, és most fog magas rating jönni. Ne jöjjön magas rating, ne jöjjön, ne jöjjön, ne jöjjön. Ne? 82-81 nézzük? Jó! Gyerekek, megúsztam, 83 a legmagasabb ratingű játékos ebbe a csomagba, óriási nagy szerencsém van. Közben folyik le ez a szar a nyakamról amúgy. Olyan, mint a borotva hab lenne, de nagyon irritáló, hogy itt folyik le. A következő csomagban azt mondom, hogy legyen benne Silver Inform. Hát nézzük, lesz-e. Óriási nagy mázim van. Ott a kapus, benne van, hál' Istennek. Silver Inform, ezt a csomagot is megúsztam. Utolsó előtti csomag következik, és magasra teszem a tétet. Legyen legalább benne minimum 86-os ratingű játékos. Kérlek szépen, minimum 86. Hát a másik Hazard jó lett volna. Érzem, ezt már beszoktam szinte biztos. 82. 86! Ott van Dybala, bassza meg! És nézzétek meg, 751 ezer zsetont hozott vissza ez a csomag 75 ezerből, tehát meg 10-szereztük az értékét Paulo Dybalával, és még ezt a szart se kell magamra nyomnom most. Végre egy nagyon menő csomag. Na srácok, az utolsó csomag következik ebbe a videóba, és azt mondom, hogy legyen benne minimum 3 inform. Nézzük, megúszom-e. Egy inform. Na, még kettő. Na még egy inform. És nincs ott. Kettő inform van benne, hát nem úszom meg, jöhet a következő réteg. Nagyon jól nézek ki, ezt így megnéztem izébe.
telefonomba, és valami brutálisan jól még az ujjamra is jutott. Nos, srácok, remélem, hogy tetszett nektek az videó, remélem, hogy azért kirögtetek engem, hogy hát hogy nézek ki így tele tejszín abban, meg hogy azért hányszor szoptam már be, hogy olyat állítottam, ami végül nem teljesült abba a csomagba. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen egy lájkot nyomjatok a videóra, a következő videóban találkozunk, én Dazis voltam. Csecse. És aztán megyek és lezuhanyzok.